Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Csobán Katics Bernadett vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Színes programok, sok látogató. Két év után ismét a Dunaparton volt a Bárka Fesztivál. Tarka Marha Fesztivál Bonyhádon több tízezren fordultak meg hétvégén a Völgységi Városban. 150 éves lett a Dombóvári Vasút, ünnepséget rendeztek a jubileumra. Fogyatékkal élők karate bajnoksága Szekszárdon, 12 országból 130 sportoló érkezett a Tolnai megyeszékhelyre. Két év kihagyás után ismét a Holt Duna partján rendezték meg a tolnaiak legfontosabb közösségi ünnepét, a Bárka Fesztivált. A szokásoknak megfelelően ismét sok bográcsban főtt a halászlé, és bemutatkozhattak a helyi kulturális csoportok is. Affelszoffer Ágnes polgármester azt mondta, a Bárka Fesztivál jelentős közösségszervező erővel bír. Visszatért a Bárka Fesztivál a hagyományos rendezési elveihez. Ennek megfelelően ismét egy kiállítást nyitotta az események sorát. Ezúttal Pámerné Büki Klára fotóiban gyönyörködhettek a kiállításra érkezők. A képek a vízi világ szépségeit tárták a látogatók elé. Engem minden a vízhez köt. Édesapám szerint én előző életemben biztosan hal voltam, vagy kacsa. Imádom a vizet. A Bárka Fesztivál egyik meghatározó része a halfőző verseny. Az idei esztendőben több mint 300 jelentkezője volt az eseménynek, ez is bizonyítja, hogy a Duna és a hal a tolnaiak számára eddig is, és ezután is meghatározó lesz és marad. Azt is megtudtuk, a tolnai halászlének van íratlan szabálya. Mindenből egy kell bele. Kanál, hagyma, liter víz, illetve egy kiló hal, mindenből egy. A délután a közösség szórakoztató programoké volt, a város majd minden civil szervezete megmutatkozott a szép számú közönség előtt, s akinek kedve volt, még a sárkányhajózást is kipróbálhatta. A Peszofel Ágnes polgármester azt mondta, a Bárka Fesztiválnak fontos közösség összetartó eleje van. Ez kifejezetten arról szól, hogy a tolnai, tolna környéki emberek jól érezzék magukat egy-másfél napon keresztül. Mi nem akarunk versenyezni a nagy országos rendezvényekkel. Mi tudjuk, hogy sose leszünk annyian, mint a Szekszárdi Szüreti Fesztiválon például, de nem is ez a cél. A cél az, hogy a városban élők kilátogassanak a rokonaikat, meghívják erre a délelőtti délutáni rendezvényre. Az est fő attrakcióját a Budapest Bár koncertje jelentette. Júniusban az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 8,1%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, ismertette a Központi Statisztikai Hivatal. A KSH jelentése szerint a második negyed évben az építőipar termelői árai egyes építőanyagok jelentős drágulása miatt az előző év azonos időszakához viszonyítva 25%-kal, az előző negyed évhez képest 7,6%-kal nőttek. Éves összevetésben az épületek építésében és a legnagyobb súlyú speciális szaképítésben hasonló mértékben, majdnem 30, egyéb építmények építése terén pedig közel 20%-kal nőttek az árak. Hatalmas sikere volt a hétvégi Tarka Marha Fesztiválnak Bonyhádon. A kulturális, gasztronómiai rendezvény során idén is minden a szarvasmarháról szólt, esténként pedig sztár fellépők szórakoztatták a vendégeket. Több ezren bulisztak pénteken éjszaka a Bagosi Brothers koncertjére Bonyhádon. A Tarka Marha Fesztivál első napjának sztárvendégeinek a fellépésére emberekkel teltek meg a Központ környéki utcák. Szombaton kora délutántól a felújított kaszinókertben folytatódott a program. A hagyományos főzőversenyen idén minden korábbinál több csapat vett részt. A zsűri csak azt kötötte ki, hogy a bográcsokban marhahúsból készült ételeknek kellett készülnie. Volt, aki igazi különlegességgel próbálkozott, az egyik standnál például argentin ragút főztek. Költ egy kicsit a hagymát, megdínszteljük paprikával együtt, ráraktuk a marhát, paradicsommal, paprikával, hagymával, mindennel együtt elkezdtem főzni, és akkor ez csak így fő magától, úgyhogy semmi különös. A helyiek már nagyon hiányolták a járvány miatt utoljára 3 éve megrendezett fesztivált. Ez egy nagy találkozás, ilyenkor összejönnek a családok, ugye,
Mi is nagyon sokan jövünk ide. Ilyenkor látom itt a fiatalok is, az én korosztályom is körbenézek, azért elég sokan vagyunk, akik ismerősök is, meg ilyesmi. Bonyhárt polgármestere szerint az idén 22. alkalommal megrendezett Tarkamarha Fesztivál vonzerejét a kulturális és gasztronómiai élmények mellett éppen az adja, hogy ilyenkor egy kis időt újra együtt tölthetnek az emberek a rég nem látott családtagokkal, rokonokkal, barátokkal. A Tarka Fesztivál időpontja és programjai azok egy olyan fix pont az évben, amikor mindenki hazajön, hogyha máskor nem, legalább a fesztiválkor találkozzanak régi barátokkal, ismerősökkel, a családdal, és ez teszi igazán erőssé és a közösségeket erősítve a rendezvényt, és ezért van ez a nagyszerű hangulat. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője szerint a fesztivál nem csak Bonyhád, hanem az egész völcség számára kiemelt jelentőséggel bíró rendezvény. A civil kezdeményezésre azért jött létre ez a fesztivál, mert szerettük volna újra ráirányítani Bonyhád értékeire, illetve ennek a térségnek az értékeire a figyelmet, és ezen belül is a bonyhádi tarkamarhára vagy tájfajtára. A Tarkamarha Fesztivál háromnapos programsorozatának ideje alatt összesen több tízezren fordultak meg a völcségi városban. A Tarkamarha Fesztivál szombati napján bemutatták Bonyhádon az azonos nevet viselő fotópályázat idei legjobb 85 alkotását. A szervezők két évtizeddel ezelőtt írtak ki először pályázatot olyan amatőr és profi fényképészeknek, akik szarvasmarhákat örökítenek meg. Idén három országból több mint 350 alkotás érkezett. Érdekes, hogy a fotósok... Eleve ugye a fotó az egy ilyen nagyon szubjektív dolog, hogy ki hogy lát, és hogy más ugyanazt látja, tudunk-e olyat mutatni, ami érdekes egy fotóban. De lekövethető valóban, hogy hogyan változik a technika, hogyan változik a látásmód, akár a fotózásban a divat, tehát hogy mennyire nyúlunk bele egy képbe és milyen módon, ez is változó. A Dombóvár-Zákány vasútvonal létesítésének 150. évfordulóját ünnepelték a szakasz minden állomását érintő településen. A dombóvári végállomáson emléktáblát helyeztek el és koszorúztak is. Az érdeklődők kipróbálhatták a nosztalgia vonatot, valamint történelmi előadásoknak lehettek tanúi. Dudálva gördült be a 100 éves nosztalgia vonat a dombóvári állomásra, a vasútvonal 150. évfordulójára megrendezett ünnepségem. Az emléktáblaavatás mellett koszorúzással és fúvózenekarral ünnepelték a dombóváriak ezt az emlékezetes pillanatot. 150 éve ez a simpár Dombóvárt Zákánnyal kötötte össze. Jankó Szabolcs, a település polgármestere szerint nagy öröm mindenki számára, hogy ennek a történelmi pillanatnak a tanúi lehettek. A jubileumi ünnepség alkalmából pedig egy próbaútra is el lehetett menni a nosztalgia gőzössel. Ez egy kiváló túra volt, néhány megállóval, természetesen minden egyes megállónál, ugye Csurgon, Somogyszobon, Kaposváron állt meg ez az emlékvonat, és minden egyes megállóban emléktáblaavatás volt ugyanúgy, ahogy Zákányban is, illetve Dombóváron is, és mindenhol megemlékeztek erről a 150 évvel ezelőtti eseményről. Azt gondolom, hogy mindenki gazdagodott egy élménnyel, és azt gondolom, hogy sokat tudtunk meg egymásról is, és egy kicsit közelebb került ez a térség, ez a több mint 100 kilométer. Pintér Szilárd, Dombóvár polgármestere elmondta, az 1872-ben elindult vasúti fejlesztéseknek köszönhetően robbanásszerű fejlődésnek indult a település, hiszen a kiszolgáló és építő személyzet számára minden fontos infrastruktúrát meg kellett teremteni. Ez pedig kihatással volt a kultúrára és a gasztronómiára is. A vasútnak köszönhetjük azt, hogy 1970-ben Dombóvár város lett, vasútos város. Az országban nagyon kevesen bírnak ezzel a címmel, csak itt elhangzott itt a professzor előadásában. Volt olyan időszak, amikor a Dombóvár lakosság 45%-ának a vasút volt a munkáltatója. Sajnos ez már nem így van, és nyilvánvaló soha nem is fog már így lenni, de azt gondolom, hogy Isten éltesse a 150 éves Dombóvár-Zákány vasútvonalat. Szabó Csaba, a Pécsi Pályavasúti Területi Igazgatóság vezetője úgy nyilatkozott. A Magyarországon megjelent klímarendelet szerint 2030-ig a jelenlegi közúti közlekedés 30%-át fogják a vasútra terelni, 2050-re pedig a személy és áruszállítás 50%-át kell a simpárokon végezni. Egyre inkább minden a vasút irányába fogja visszaterelni a forgalmat, nem csak azért, mert a vasút a legbiztonságosabb közlekedési mód, hanem a globális felmelegedés kapcsán a környezetvédelem is egyre nagyobb szerepet játszik a jelenlegi életünkbe,
és ennek kapcsán a vasútra is elmondhatom, mint közlekedési ágazatról, hogy a legzöldebb, a legenergiahatékonyabb, a legkevésbé szennyezi a környezetet, ami a föld megmentése szempontjából elkerülhetetlen. A környezeti előírások teljesítése a vasút megkerülésével lehetetlennek tűnik. Így a vonatközlekedés a reneszánszát élheti a jövőben. Hétvégén Tolna megye szerte több nemzetiségi egyesület is ünnepelt, ugyanis a katolikus egyház augusztus 15-én Szűz Mária halálát és mennyben menetelét ünnepli. Így volt ez Aparhanton is, Gyönkön pedig a helyi német nemzetiségi egyesület szervezett családi napot hagyományteremtő szándékkal. Ez egy baláfüléhöz hasonló tészta, csak reszelt krumplival van megtöltve. A számos jellegzetes sváb étel mellett az úgynevezett zsidóbatyút is megkóstolhatták azok, akik ellátogattak a Gyönki Német Nemzetiségi Egyesület idén első alkalommal megszervezett családi napjára. Az eseményre a környező települések nemzetiségi csoportjai is meghívást kaptak, ők színpadi műsorral is készültek. Kemler Imréné elmondta, hogy hagyományteremtő szándékkal rendezték meg a programot. Kicsit összekovácsolni a településen, meg úgy ismerkedni más kultúrával is, ugye a dunaszekcsőiek is másfajta táncot táncolnak, Gyönkön nincs zenekar, fuvolzenekar, halljunk élőbe. Évente egyszer az egyesület azt szeretné, hogy élőbe halljunk fuvolzenét. Aparhanton a település vezetés a Német Nemzetiségi Önkormányzattal közösen immár harmadik alkalommal szervezte meg programját, amely a Nagy Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódik. Augusztus 15-én ugyanis a katolikus egyház Szűz Mária halálát és mennybevételét ünnepli. Az esemény ünnepi szentmisével kezdődött, ennek során gyógynövény szentelésre is sor került, amelyeket a nemzetiségi önkormányzat tagjai gyűjtöttek közösen. Ebből több mint 250 csokor készült. Régi hagyomány szerint otthon haza szoktuk vinni, föltesszük a padlásra, vagy valóban fölfüggesszük, és akkor megvédi a családot a betegségtől, villámlástól. Ez a hagyománya ennek a szokásnak, és ezt szeretnénk tovább ápolni, föleveleníteni. A rendezvény további részében pedig szeretett vendégséggel várták a résztvevőket. Negyedik inkluzív karate világkupát rendeztek a szekszárdi sportcsarnokban. 12 országból több mint 130 kerekesszékes, illetve fogyatékkal élő karatéka küzdött a tatamin. A sportolók és a szervezők számára is nagy jelentőséggel bírt a rendezvény, hiszen utoljára 2018-ban tudták megrendezni. Ezért is volt külön öröm, hogy a magyar indulók mellett Belgiumból, Litvániából, Izraelből, sőt Indiából is köszönhettek versenyzőket. Fogyatékkal élő karate világkupájának adott otthont hétvégén Szekszárdon a városi sportcsarnok. A testi és szellemi sérülteknek megrendezett bajnokságra a világ számos országából érkeztek versenyzők. Közel 130-an álltak a tatamira, hogy egyéni formagyakorlatokkal vagy csapatversenyekkel mutassák be sporttudásukat. Az értelmi sérülteknél a sport az egy borzasztó nagy fejlesztő erő. Nem tudom, hogy fejtsem neki, hogy tulajdonképpen milyen területen, amiért ennek óriási haszna van. Én megtapasztaltam, láttam és átéltem az 50 éves munkám alatt, hogy az a sérült, aki gátolt, zárkózott és nem volt sikerélménye, a sport a karaté által mivé fejlődött és mivé vált, óriási személyiségfejlesztő hatása van. Szekszárdon hosszú évek óta folyik a speciális karate oktatás. Erik Bortelsz, a parakarata módszer megalkotója évek óta visszajár a Tolnai megyeszékhelyre, hogy nyomon kövesse az itt működő klub életét. Ennek a kapcsolatnak is köszönhet, hogy idén itt rendezték meg a negyedik inkluzív karate világbajnokságot. Számunkra nagyon fontos, hogy a résztvevők jól érezzék magukat a versenyen, ezért a mi bajnokságunkon minden sportoló kap érmet. Ez azt jelenti, hogy van első, második és harmadik helyezés, az összes többi versenyző pedig a negyedik helyezettnek járó elismerést kapja. A speciálisan kidolgozott módszernek köszönhetően ma már akár egy látássérült, kerekesszékes vagy egy értelmi sérült ember is elsajátíthatja ezt a távol-keleti sportot, sőt, ahogy itt láttuk, versenyeken is részt vehet. A rendszeres sportnak és a megmérettetéseknek köszönhetően önbizalomra, sikerélményekre tehetnek szert a fogyatékkal élő embertársaink. Regionális híreink következnek.
Álhírek, erdők, tűzifa. Baranya legnagyobb erdészeti cégének vezetőjét kérdeztük a jogszabályváltozásról. 10 000 álláskereső elhelyezkedését támogatják vidéken, segítik a bérfizetésben a cégeket a hónap közepétől. Eladásra és a helyi intézményekbe is jut a termésekből. A Somogysárdi közmunkaprogram évek óta jól működik. Jut elég tűzifa a lakosságnak, nem vágják ki ész nélkül az erdőket a tulajdonosok, mondta stábunknak a legnagyobb baranyai erdőgazdálkodó cég vezetője. A fakitermelés szabályainak lazítása után több politikai vélemény nyilatkozat született, melyek szerint veszélybe kerültek a hazai erdők. Ezeket mostantól büntetlenül vághatják ki az erdészetek. A Mecsekerdő vezetője azt mondja, ennek a hisztériakeltésnek semmi alapja. Ez az a kormányrendelet, amely a veszélyhelyzet ideje alatt a tűzifa igények biztosításához szükséges eltérő szabályok alkalmazásáról szól. Ez a jogszabály tesz engedményeket a fakitermelésben. Több cikkvélemény megjelent a változtatás miatt, amelyek szerint veszélybe kerültek a hazai erdők. Kivágják a fánkat, erre ad lehetőséget a jogszabályváltozás. Megkérdeztük erről a Mecsekerdő ZRT vezetőjét. Az állami cég Baranya megye erdeinek felén gazdálkodik. 55 000 hektáron gazdálkodunk. Nagyjából 6,5 köbméter az átlagos éves növedék hektáronként. Ebből gyorsan ki lehet számolni, hogy durván olyan 350 000 köbméter fa keletkezik egy évben a gazdálkodási területünkön. Ebből nagyjából olyan 280 000 köbmétert hasznosítunk. Tehát minden évben durván 70 000 köbméter élőfa készlet többlet marad benne az erdeinkben. Ripszám István azt mondja, megemelkedett a tűzifa igény a megrendelések alapján, de ezeket teljesíteni tudják, mint ahogy a számokból is látszik. A tavalyi évben 18 000 köbméter lakossági tűzifát értékesítettünk. Azt gondolom, hogy az idén ez egy kicsit magasabb lesz ez a szám. Úgy prognosztizáljuk, hogy 25 000 köbméter környékén lesz. Tehát, hogyha most összevetjük a két számot, akkor a lakossági tűzifa igény nem éri el az általunk kitermelt fa tömeg 10%-át. A vezérigazgató azt mondja, aki évek óta fával fűt, már beszerezte a téli tüzelőjét. Most olyanok is vesznek tűzifát, akik gázzal, villannyal fűtenek, hogy biztonságban érezzék magukat. A szakember azt is elmondta, a fakitermelési szabályok enyhítése nem azt jelenti, hogy mostantól minden erdő veszélyben van. Én szeretném feloszlatni azt a kételyt, vagy azt a dilemmát, hogy itt most az erdész nekiáll, aztán vág mindent, ami eszébe jut, főleg a védett területekről. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy az erdőterv adta keretek között próbálunk úgy gondolkodni, hogy ha nagy baj lesz az országban, hogyan tudunk többlet fához hozzájutni. Még egyszer mondom, nem ahhoz képest, ami keletkezik, nem ahhoz képest, ami az erdőtervben meghatározott lehetőség, hanem amit normál menetben termelni szoktunk. A szakember azt mondja, a magyar erdőtörvény Európában az egyik legszigorúbb. Szoros kereteket ad a gazdálkodók számára. Különböző szakemberek, hatóságok, civil szervezetek, nemzeti parkok, önkormányzatok közösen határoznak meg egy erdőtervet körzetenként a tulajdonossal 10 évre. Ez alapján folytathatja az erdőgazdálkodást a tulajdonos függetlenül attól, hogy állami vagy magánterületről van szó. Ettől eltérni nem lehet, csak külön engedéllyel, amit új a véleményez az összes hatóság, nemzeti park. Ez biztosítja az erdők védelmét, növekedését. Jelenleg minden évben több fa keletkezik, mint amit kitermelnek. Ez az a tartalék, amiből szükség esetén lehet még kitermelni a jogszabály szerint. De a társaságok elsődleges célja az erdőterületek növelése, nem a csökkentése, mondja a vezérigazgató. 10 000 álláskereső elhelyezkedését támogathatja a kormány a vidéki régiókban. Az augusztus 15-től induló vállalkozások regionális munkaerő támogatása programban. A cégek az újonnan felvett, vidéken regisztrált álláskeresők után legfeljebb havi 150 000 forint visszanemtérítendő bérköltség támogatásra pályázhatnak. A legfeljebb fél éven át biztosított állami hozzájárulás célzottan ösztönzi a nehezebb foglalkoztatási helyzetűek munkába állását.
Kifejezetten a vidéki cégeket, illetve munkavállalókat segítheti az a bértámogatási pályázat, ami augusztus közepén nyílik meg, tudtuk meg a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. Azok munkába állását tudják könnyebbé tenni, akik hátrányos helyzetben vannak a munkaerőpiacon. Ilyenek például azok, akik most kerültek a munkaerőpiacra, tehát fiatalok, akik mondjuk most fejezték be az egyetemi tanulmányaikat, vagy most léptek ki a közmunkaprogramból, illetve azokat az 50 év felettieket is támogatják, akik alacsonyabb végzettséggel rendelkeznek, hogy ők is azért el tudjanak helyezkedni. Havi 150 ezer forint támogatást kaphatnak új munkavállalónként maximum. Ehhez teljesíteni kell a pályázatban meghatározott elvárásokat. A felsorolt feltételek közül egynek felel meg a munkavállaló, ez esetben a bruttó bér és a szociális hozzájárulás mértékének 50%-a, ami finanszírozható, amennyiben azonban több feltételnek is megfelel, ez esetben 75%-ig finanszírozza ezt a 150 ezer forintot. Tehát ez nem egy konkrét 150 ezer forint, hanem attól függ, hogy az új munkavállalót milyen bruttó béren veszik föl, és ehhez igazodik a támogatástartalom is. A vissza nem térítendő bérköltség támogatásra augusztus 15-től lehet pályázni. A részletek is akkor derülnek ki. Az elnyert összeget fél éven át kapják bérköltség támogatásra a cégek. Aránylag megkímélte az idei szélsőséges időjárás a somogysárdi kertészetet. A közmunkások által nevelt paradicsomok, paprikák, uborkák és hagymák már beértek, és a bőséges termék kelendő is a faluban. Közben a településen folyamatosan mérik fel az intézmények fatüzeléses igényeit. Az óvodát már biztosan fával fogják fűteni télen. Roskadoznak a terméstől a paradicsomok ebben a somogysárdi fóliasátorban. Folyamatosan érik a paprika, a vöröshagymát már kiszedték a földből, az uborkát pedig nemrég újra ültették, hogy nyár végére ismét legyen termés. Az ízlete zöldségféléket a közmunkaprogram keretén belül 10 gondos kéz nevelgeti. Amikor elültetjük, akkor nagyon sokáig be kell jönni mindennapos öntözéssel, aztán hetente fattyazni kell a paradicsomot ahhoz, hogy ilyen gyönyörű szára legyen. Tehát itt a hónajhajtásokat mindig kicsipkedjük, hogy az egy méterre nekünk megnőjön és termést hozzon. Aztán az öntözés minden nap, tápoldatozás egy héten kétszer-háromszor történik, és utána már várjuk a termést. Hát természetesen gazolni is kell, úgyhogy oda kell figyelni, meg hát mindig van vele munka, tehát munkát azt megadja. A magas építésű fóliasátras termesztést az alföldiektől lesték el, a terményeket a kastély bejáratánál értékesítik, illetve az oktatási intézmények konyhájára is kerül belőlük. A bevételünket, ami így bejön, azt pedig hát a közmunkaprogramunkba forgatjuk vissza, ebből gépeket veszünk. Most, hogy megnövekedtek az üzemanyagárak, rengeteget elküldtünk üzemanyagra, tehát oda a pótlásnak ez jó, az a bevétel, amit itt a településen értékesítünk, mert a növényeinknek úgymond 90%-át településünkön értékesítjük, aztán szociális alapon tudunk adni az embereknek, illetve hogyha vannak olyan növényeink, ami nem esnek egybe az óvodai szünettel, akkor ott megpróbáljuk kiegészíteni a gyerekeknek, vagy az uzsonnájukat, vagy a tizórajukat. Kupacokban állnak a farönkök a kastély udvarán, amelyeket szintén közmunkások hasogatnak és fűrészelnek. Ezek a hasábok az óvoda vegyes tüzelésű kályhájába kerülnek majd. Az egyre növekvő gázár a somogysárdi önkormányzatot is komoly kihívás elé állította. Valami megoldást kell keresnünk, ahol tudunk, ott átállunk fatüzelésre, és a munkásainkkal fát vágunk, illetve kazánokat fába fogjuk fűteni. Ahol meg nem, ott meg valamit le kell csökkentenünk, mert ezeket az energiaárakat mi kis önkormányzat vagyunk, nem tudjuk egyelőre finanszírozni, tehát meg kell nézni, hogy hol mit tudunk lecsippenteni az energiaköltségekből. A belügyminisztérium állásfoglalása szerint minden alternatív fűtési lehetőséget fel kell mérni, hogy a köznevelési intézmények zavartalanul működhessenek az országban. Most pedig nézzük főbb Tolna megyei híreinket újra röviden. Színes programok, sok látogató, 2 év után ismét a Dunaparton volt a Bárka Fesztivál. Tarka Marha Fesztivál Bonyhádon több tízezren fordultak meg hétvégén a Völgységi Városban. 150 éves lett a Dombóvári Vasút, ünnepséget rendeztek a jubileumra.
Fogyatékkal élők karate bajnoksága Szekszárdon, 12 országból 130 sportoló érkezett a Tolnai megyeszékhelyre. Kedden a napos idő mellett elszórtan záporok, zivatarok ismét kialakulhatnak. Több helyen megélénkül a nyugati, északnyugati szél. Melegszik az idő, a csúcshőmérséklet 31 és 33 fok között alakulhat. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!